Sándor, ebben az üzletben mi az első lépés szerint? Az első lépés az az, hogyha valaki reggel fölébred, menjen el pisilni. És igen, akkor utána megyen egy kávét, öltözzön fel, és kezdje a napot. Körülbelül ez. Én szoktam bent a munkahelyemben is meghívni egy-egy kávéra kollégákat, illetőleg más cégeknek a vezetőit, hogyha találkozunk. És ha ízlik a kávé neki, az egy aprócska részsiker. Ez nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve DX-en vásárló lesz, de megvan az esélye. Úgyhogy én azóta, mióta használom ezeket a termékeket, tekintve a vérnyomással küszködök én is, a kávét meg szeretem. Azóta gyakorlatilag több környezetemben élővel megismertettem, akik ők is használják az utat. Persze ők nem léptek be a DX-embe, hanem mindig engem néznek meg, hogy akkor most hozzam nekik. De akkor elkezdték fogyasztani, ragaszkodnak hozzá. Persze nyilvánvaló, ragaszkodnak hozzá. Úgyhogy én nagyon kis lépcsőkkel haladok, lépésekkel haladok. Lassan lehet, hogy messzire. Úgyhogy én ennyit. Jó, és a te vérnyomásod hogy alakult azóta? Az én vérnyomásom az úgy általában normális keretek között van. Hogyha az egyéb tényezők fölidegesítenek, akkor van olyan ideg, van olyan moda, és felmegy. Jó, még mondanál nekünk valamit arról, hogy úgy hallottam, hogy a feleséged a kakaóval arab nagy sikereket? Mi ez a történet? Egy általános iskolában, a büfében népszerűsíti a kakaót, és elég jó fogyasszák a gyerekek a kakaót, hát ez nem válik a gyerekeknek kárára, inkább ezt így a pálinkát az iskolában, úgyhogy biztatom a nevet, hogy próbáljanak cívozni ezzel a kakaót. És neked milyen jó tanácsod van a leendő csapattagoknak? Öltözzenek föl, mert hideg van.